Köszöntöm Önöket, ez a 35 perc a Kölcsei Televízió közéleti műsora. Újra iskolaőröket toboroz a szabolcs már bereg vármegyei rendőrfőkapitányság. Az eddigi pozitív tapasztalatok hatására nyáron újabb általános és középfokú iskolák csatlakoztak a programhoz. Vendégünk a témában dr. Kovács Attila, az iskolaőrség vármegyei koordinátora. Jó estét kívánok! Köszönöm. Vajon minek köszönhető ez az óriási érdeklődés? Én azt gondolom, hogy egyértelmű a programnak a sikerét tükrözi. Egyébként az országban egyedülálló, hogy 33 intézmény szeretne csatlakozni 2022 2023-24-es tanévbe a programhoz, hiszen jó néhány vármegye szintén ugyanezekkel a kihívásokkal küzdik, de ekkor a kihívásnak csak mi nézünk elébe, úgyhogy azt gondolom, hogy ez mindenképpen a programnak a sikerét tükrözi. Miben mérik ennek a sikerét, milyen eredményeket tudnak felmutatni? Nyilván van egyfajta belső mérés, ha mondjuk, hiszen folyamatosan figyelemmel kísérjük a munkáját az iskolőröknek, vannak saját ellenőrzéseink, különböző képzéseink, ahol van visszacsatolás arról, hogy hogyan működik a program, de azt gondolom, a leginkább, amivel lehet mérni az, az intézményi fenntartóknak és az intézményeknek, és hát a gyerekeknek, diákoknak, szülőknek a visszajelzései, visszacsatolásai, ami egyértelműen azt tükrözi, hogy meg vannak elégedve a programmal. Én úgy gondolom, hogy annak is köszönhető ez a 33 intézmény bővítéses létszám, hogy nyilván az intézmény fenntartók beszélnek egymással, az iskolai beszélnek egymással, és elmondják, hogy működik és jó a program. A kollégák helytállnak a végeken, ha lehet ezt mondani, és ezért van az, hogy ilyen sokan csatlakoznak a programhoz, mert azt kihangsúlyoznám, hogy ez nem azt jelenti, hogy 33 intézmény úgy gondolja, probléma lenne az iskolában, hanem egyfajta plusz szolgáltatásnak fogják fel a rendőrség részéről, amit szeretnének kihasználni. Tulajdonképpen egy kicsit mondhatjuk, hogy terhet is vesznek le a pedagógusok válláról. Ez szóval mindenféleképpen hogy a rendet igaz. Így van. Könnyebb így fenntartani. Így van, egy összekötő kapocs egyébként az iskolőnek mm -hmm. egy összetett funkciót lát el, hiszen a, a szülők, a diákok, a pedagógusok és az intézmény vezetői között élnek, mozognak napi szinten. Tényleg el lehet mondani, abszolút beilleszkedtek mindegyik iskolában szerte a vármegyében. Úgyhogy tényleg komplex munka, ami azt gondolom, hogy nagy kihívásokat tartogat mindenkinek, aki ebben részt a rendőrségnek is természetesen, de azt gondolom, hogy kiválóan működik. Hány iskolában van eddig a megyében? Jelenleg 35 intézmény van a megyében, akik programhoz csatlakoztak. Ugye 29-en indultunk ezelőtt három évvel, az jött újabb hat, majd most 33. 35 intézmény van, egy státuszunk van hodászon jelenleg, ami nincs feltöltve, de most, hogy ismét beindult a toporzás, én azt gondolom, hogy sikerülni fog ezt is megoldani ezt a kérdést. Mi volt eddig a legkirívóbb eset, vagy a legsúlyosabb intézkedés, amire szükség Alapvetően volt? Alapvetően úgy kell elképzelni, hogy garázdélegi magatartás fordulat elő, gyerekek összeverekednek, Érdekes történetek vannak, sokszor a szerelem, meg minden egyéb más ilyen szenzitív dolog áll a háttérbe, és akkor lép közbe az iskolaőr. De hogy tetszett volna, egyébként ez elmúlt két évben, két tanévben összesen tíz alkalommal került erre a sorra, ami szerintem egy egészen alacsony létszám. Nyilván, hogyha verekednek szét, kell őket választani, de igazából olyan különösebben kírívó dolog nem volt. Nyilván, gömbézékkel kezeljük a dolgokat, hiszen mégiscsak diákokról, gyerekekről beszélünk, azért egy fiatalnak az életétnek a hogy mondjuk egy ilyen intézkedésnek az alávetése alá a helyzetébe kerül. Tehát szenzitíven járnak el az iskolőrök, és inkább kommunikációval, a megelőzés eszközével próbálkozunk, hogy sikert érjünk. Mik ezek a megelőzési eszközök? Egy iskolőr részében? Azt gondolom, hogy egyébként, ha valaki elkezd dolgozni a mindenképpen be kell illeszkednie. Nyilván az iskolőröknek sokkal nehezebb dolga van, hiszen végig is a rendőrség dolgozójaként kerül be egy ilyen intézménybe. El kell, kell fogadni magát az intézmény vezetésével, a pedagógusokkal, gyerekekkel. Különböző típusú is vannak, azt tudom mondani. Vannak az úgynevezett tyúkanyú típusúak, akik általános körülveszik a gyerekek, de vannak nyilván más kategóriájuk, ahol mondjuk egy középiskolába másra van szükség, nem tyúkanyúkra, de mindenképpen együtt kell élni a gyerekekkel, figyelemmel kell kísérni a tevékenységet. Ez nem azt jelenti, hogy a folyosón fele járkál egyenruhába, hanem sokkal inkább azt jelenti, hogy mindig mindenkinek a rendelkezése áll, kérdeznek tőle, segítenek, hogyha észreveszi azt, hogy mondjuk valakit kiközösítenek, vagy valamilyen módon kifogják, akkor azt a pedagógusnak, osztályfőnöknek, vagy akár az intézmény vezetése felé. Nyilván, hogyha szabásért és egy bűncselekmény forul elő, akkor intézkedik, ahogy azt tennie kell, de szerencsére nem ez a jellemző. Tehát egy komplex, univerzális szerepkör, amire azért megpróbáljuk minél inkább felkészíteni az iskolőreinket a képzés során. Ha már itt tyúk említett, mennyire jellemző, hogy nők jelentkeznek erre Abszolút az állásra. jellemző, tehát mindenféle korosztály jelen van, meg kell, hogy mondjam, tényleg a különböző végzettségtől, különböző nemtől, kortól függetlenül vannak nagyon elhivatott iskolőrök, akik egyszerűen karitatív munkát végeztek korábban is, ha lehet ezt mondani, és azért dolgoznak ezen a területen. Vannak olyan iskolőrök, akik katonák voltak, vagy rendőrök voltak korábban, vagy egyszerűen rendvédelmi pálya tehát mindenféle embert sikerült eddig felvenni, a és mindenképpen a, a, programnak az előnyére válik. Ennek megfelelően kiket várnak most a toborzásra? Én azt gondolom, bárki jelentkezhet, tényleg életkortól függetlenül, hogy értem szerint betöltött 18. életév kell, magyar állampolgárság, hatósági erkölcsi bizonyítvány, magyar belföldi lakóhelyekkel rendelkezzen, középiskolai végzettség kell, ami jelenesebben azt jelenti, hogy szakiskola, szakmunkás képző is ennek minősül. Aki szeretne tenni az iskoláknak a biztonságáért, aki szeretné ezt a hivatást betölteni, aki szeretne az egyenruhát, tehát igazából bárkit várunk, egy elbeszélgetésen kell átesnie nálunk a főkapitányságon, majd ezt követően alkalmassági vizsgálatokon, pszichikai, fizikai és egészségügyi alkalmassági vizsgálat, és aztán utána döntünk, hogy ki nyer kiválasztást. Szerencsére a visszajelzések alapján én azt látom, hogy nagyon sokan jelentkeztek, nagyon sokan jelentkező, és aztán van egy három hetes képzés. Hát vagy Miskolcon, vagy Budapesten ez még nem dőlt el véglegesen, de nyilván a rendőség megoldja a szállítást és a lakhatást, és ezt követően állnak munkába, felszerelve, kiképezve, egyenruhába az őrök az új tanépkor. Mik a legfontosabb szempontok egy ilyen elbeszélgetésen? Például? Azt gondolom, hogy jó kommunikációs készségekkel rendelkezni, mindenféleképpen kell lenni egyfajta határozottságnak, de ugyanakkor nyilván kell egy belső indítatás, hogy valaki ezt a munkát szeretné végezni. Nyilván vannak előnyök, ha mondjuk valaki ilyen területen dolgozik, korábban, tehát nevelési intézményben, vagy, vagy ilyen képzettsége van, vagy rendvédelemben volt, az előny Vagy például, ha a családi állapot, ha vannak gyerekei, tudja, hogy hogy kell egyáltalán bánni a gyerekekkel, nyilván ez egyfajta fajta De ugyanakkor mindenkit várunk, tehát mindenki mindenképpen kell egy elhivatottság. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó lehetőség egyébként arra, hogy valaki kibontokoztassa az ilyen irányú képességeit, képességeit. Azt sem titok egyébként, hogy arra is volt példa, hogy valaki iskolőrnek szerelt fel, aztán néhány év múlva a rendőrség hivatalos került, tehát egyfajta lépcsőnek is lehet tekinteni egy fiatal esetében igazából bárki, aki érez, érez magában magában elhivatottságot, hogy szeretné ezt a munkát végezni, az bátran jelentkezzen, tegye meg. Nyilván minél hamarabb, mert augusztus 16-tal indul a képzés. Persze jelentkezni folyamatosan jelent, hiszen nem biztos, hogy fel tudjuk tölteni azonnal a helyeket, de azért, aki, akiben megvan az eltökéltség, az azt tudjuk javasolni, azt javaslom, hogy mindenki vegye fel a kapcsolatot a főkapitánysággal, és akkor jelentkezzen. Mire irányulnak a pszichológiai szűrések? Alapvetően nyilvánvalóan a személyiséget akarják tisztázni, mennyire alkalmas erre a munkakörre, mennyire valaki, alkalmas valaki arra, egy, egy ilyen rendvédelmi szervnél teljesen szolgáltat, értem a munkának megfelelően mennyire alkalmas erre a kapcsolattartásra, erre a fajta ö, elvárásnak történő megfelelés. Tehát egy komplex vizsgálat egyébként nyilvánvalóan egy átlagos munkahelyhez képest azért ez az magasabb ö, fokú, de azért nem a jéghegy csúcsén azt gondolom. Milyen komoly a képzés, vagy mi az, amit, amire számíthatnak a jelentkezők? Azt szeretném kiemelni, hogy a képzés 7 hetes. Nyilván ez egy rapid képzés, azért, mert szeptembertől már tanévkezdéskor be kell őket állítani, csatasorban lehet ezt mondani. A képzés során mindenféle tanulnak jogi ismereteket, intézkedés taktikát, pszichológiát, kommunikációt, tehát sok fajta, sok rétű a képzés, de amit szeretnék kiemelni, az, hogy nem engedjük el a senkinek. Tehát nem azt jelenti, hogy megvolt a három hetes képzés, és akkor az iskolába dolgozzál, és magadra hagyunk. Folyamatosan vannak képzéseink, tehát a már most állományban lévő 34 iskolőnek is. Gyakorlatilag azt mondom, hogy két havonta mindig van valami összerántás, ha lehet ezt így mondani, ahol valamilyen tréning vagy valami más jellegű képzést tartunk, pontosan azért, hogy meg tudjon felelni azoknak a kihívásoknak, amelyek rájuk várnak. Tehát ez egy folyamatos képzés, folyamatos tanulást jelent mindenki számára. Még a mi számunkra is. Esetleg az iskolaőröknek vannak kvázi mentoraik a rendőrségen belül, akihez fordulhatnak? Igazából ha... úgy működik, a program úgy van kitalálva, hogy minden kapitánságban, most már mind a nyolc kapitánság a vármegyében benne van a programban, korábban Kisvára nem volt benne, de most már ott is van több intézmény. Minden kapitánságban van egy helyi koordinátor, általában bűnmegelőzési kollega, akinek az alárendeltségiben működnek közvetlenül, az iskola és ez a kollega szervezi a szolgálatot, beszámoltatja, elégezítja őket, ellenőrzi őket, és mindenféle dolgot is intéz, amire szükségük van, hivatali tevékenységgel összefüggésben, és hozzájuk bármikor lehet fordulni, de nyilvánvalóan minket is lehet keresni, hogyha neki segítségre van szüksége. Úgyhogy tényleg attól függetlenül speciális, hiszen nem a rendőrségén teljesít szolgálatot a rendőrség dolgozója, hanem egy oktatás intézményben, de szoros a kötelék, úgyhogy igyekszünk arra, hogy az integritás az meglegyen továbbra is. Egy bővített mondatra van még időnk, és a legfontosabb, hol jelentkezhetnek az érdeklődők? Egy, a a bővebb, tuda, bővebb információt a főkapitányság Facebook oldalán lehet megtalálni, de egyébként a várhagyi főkapitányságon be lehet fáradni, és akkor lehet érdeklődni a hollánkoztatás szolgáltnál, és mindenkinek állunk a rendelkezésére. Tehát csak a főkapitányságon, egyébként a rendőrkapitányságokon, vidéken. Ha valaki rendelke... szeretne információt kapitányság is be lehet fáradni, természetesen ott is meg lehet tenni, de a polisz.hura felmegy valaki, akkor ott el lehet olvasni mindent, ott lehet tölteni a egységcsomagot, úgyhogy minden megoldásban is érdekeltek vagyunk. Dr. Kovács Attila, köszönjük szépen, hogy mindezekről beszámolt nekünk. Én köszönöm. Csak nem 1 milliárd forintból üzemcsarnok, fél milliárd forintból pedig kerékpárút épült meg a közelmúltban Fehérgyarmaton. A Szatmár-Beregi régió kisvárosában rövidesen a Zöldváros program kivitelezése is elkezdődik. Az idei év történéseiről Fehérgyarmaton Greburás a beszélgetett hosszabban Péter Csaba polgármesterrel. Ezt láthatják a műsor hátralévő részében. Itt a nyár. Gondolom, hogy picikét most azt, gondolná a, az, az, azt az emberek, hogy visszavettünk, és itt a a pihenésnek az időszaka, de azért nem feledkezünk el, úgy, úgy gondolom, a város gyerekeiről, embereiről. Mi történik ilyenkor, amikor egy picit mindenki elmegy nyaralni a háttérben? Így gondolok a közétkeztetésre, akár a táborosztatása, a diák munkára. Hát így van, de nekünk a nyárral nem szűnik meg a feladatunk, úgy, ahogy elmondtad, természetesen a közétkeztetés, illetve a nyári gyermekfelügyelet megszervezése, tenisztábor, tehát számos olyan program van, amit vagy a művelődési ház szervez a gyerekek számára programokat. Számos olyan program van, amit meg kell szervezni, meg kell tartani, segítve ezzel a szülőket, hogy a nyári időszakban nyugodtan tudjanak dolgozni. Illetve most még egy különösen nehéz időszak van, hiszen a 2014-20-as uniós programozási időszaknak a zárása történik és a városnak több olyan nagy projektje is van, összegében értem a több nagy projektje, amelyek a zárás felé közelednek, illetve amelyik még most fog elkezdődni, és a határidő miatt roham tempóban kell elvégezni a beruházásokat. Tehát most ez az időszak a mi számunkra egy olyan időszak, hogy szabadság az nem nagyon létezik. Ha már a projekták legutóbb, mikor találkoztunk és beszélgettünk, akkor még folyamatban volt a kerékpárút, az üzemcsarnok, ezekkel kapcsolatban néhány információt a kedves nézőknek. Igen, a, ez is két nagy beruházás volt, ugye, ha az ipari csarnokra gondolok, akkor az egy, egy milliárdos bekerülési költségű projekt volt, sikeresen zárult, tehát azt lehet mondani, hogy mind a kiegészítő forrás elnyerése, illetve a beruházás lezárása az megtörtént. Természetesen ezzel nincs vége a feladatnak, hiszen ezt az üzemcsarnokot meg kell tölteni majd aktív dolgozókkal és áttérünk majd a fenntartási időszakra, hiszen az uniós projekteknek van egy 5 éves fenntartási időszaka, és abban meg kell felelni ugye a pályázatban vállalt kötelezettségeknek, most erre az időszakra fogunk áttérni de ami jó hír, hogy sikerült megszerezni ugye a költségnövekményből adódó többletforrásra a pénzt, a kormány ezt természetesen biztosította számunkra. Köszönet érte dr. Tirki Attila országgyűlési képviselőnek, és ugyanez a helyzet a kerékpárú beruházással is, amelyhez egy nagyon jelentős többletforrás kellett biztosítani a magyar államnak, és ezt is sikerült elnyerni, illetve a beruházást lezárni. Tehát azt lehet mondani, hogy ez a két nagy Uniós pályázat, ez úgymond a megvalósítása sikeresen zárult, természetesen még a fenntartási időszak az még most fog elkezdődni. Illetve nem kezdődött el egy nagyon fontos beruházásunk, amelyet sokan vártak egyébként, én magam is, ez a zöld, úgynevezett zöldváros program, ez a komplex közterületrendezés, Fehérgyarmaton ez a hivatalos. Megnevezése. Tulajdonképpen az a jó hír, hogy az elmúlt héten a miniszterelnökség jóváhagyta a közbeszerzést, illetve a képviselőtestület kiválasztotta a kivitelezőt, így tulajdonképpen ez a beruházás a vigasság után el fog indulni. Arra számítottunk egyébként, hogy a vigasság előtt el fog kezdődni. Ezt szerettük volna, tehát nem a vigasság szempontjából, hanem a beruházás szempontjából, hogy ez kezdődjön el korábban. A Vigasság is úgy volt tervezve, hogy a Kossuth Parkot nem veszük igénybe, de a jóváhagyás elhúzódása miatt, ugye most már ez biztos, hogy a Vigasság a eredeti helyszínen, tehát a Kossuth Parkot is beleértve lesz megrendezve. Amit tudni kell a beruházásról, hogy ennek december 31-ig be kell fejeződnie. Igazából rossz is, meg jó is. Olyan szempontból jó, hogy a város nem lesz szétverve egy éven keresztül, mondjuk úgy, hanem pár hónap alatt a bontási munkákat helyre kell, illetve fel kell újítani a teljes területet. Tehát igazából egy gyönyörű kisvárosi teret, életteret fogunk kapni. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos helyszíneket érint, tehát a városnak a központi részét jelen esetben ez a ABC előtti, illetve a Central Hotel előtti térnek a teljesen újra gondolása. Amúgy is mindig kritika ért a, várost, ugye, hogy a nagy ABC előtt nincsen zöld felület, rendezetlen, csúnya. Ezt tudni kell, hogy ez a terület nem a városé, tehát ez az áfésznek a tulajdonában van, tehát tulajdonképpen ez a beruházás, a beruházásnak ez a része ugye úgymond idegen tulajdonon fog megvalósulni, de hát ettől függetlenül mindenki közterületként használja, tehát nekünk az fontos, hogy ez úgy nézzen ki, ahogy egy kisvároshoz méltó. Illetve ami nagyon rossz állapotban van ez a sétáló utca, annak a teljes rekonstrukciója is megvalósul a beruházás keretében. Tehát azt lehet mondani, hogy az a balesetveszélyes állapot, amely ott van, ugye a térkő megsüllyedve, vizelvezetés tönkre ez, ez mind most helyre fog kerülni, és egy gyönyörű kis bevásárlóteret fogunk kapni illetve a legnagyobb része ennek a projektnek, a Kossuth Parknak a teljes felújítása. <kül> Ez azt jelenti, hogy nem csak a letérkövezett részek kerülnek újra gondolásra, hanem tulajdonképpen a térkő részű nélküli Kossuth Parknak is a területe fel lesz újítva, illetve térkő burkolattal és pihenőkkel lesz ellátva. Illetve ehhez fog becsatlakozni az orvosi szolgálati lakások, tehát a kórházi szolgálati lakások, illetve a jékei kúria teljes területe. Tehát ott a kerítés kibontva, beteresítve, újra gondolva az egész, tehát egy gyönyörű kisvárosi teret fogunk kapni. Úgy gondolom, hogy ez nagyon látványos lesz, a, ha megépül. Magermester úr, ugye a mindenféle médián keresztül érte támadást, illetve kritika a vezetőséget azzal kapcsolatban, hogy az öreg fákat ugye kivágták, illetve teljesen mint egy ön. Mint a saját lakásunkat, amikor felújítjuk, szétszedjük az, az otthonunkat, aztán majd szép lesz. Itt a látványtervek elkészültek. Mennyire ö, nézték, vagy mennyire volt szempont azt, hogy zöld zöld legyen, tényleg zöldövezet legyen, minél több zöldövezet a város? Ja, a pályázatnak a címe is ez, vagyis a meghirdetése Zöldváros. Tehát zöld növeléssel jár természetesen, illetve el lehet mondani, hogy ö, Nyilván egy partnak, illetve közterületnek a rekonstrukcióját nem mélyépítők és magasépítők mérnökök, hanem tájépítők tervezik. Tehát nekik az elsődleges szempont, hogy amit lehet megmenteni, azt meg kell menteni. Így volt a Kossuth Park esetében is. Természetesen vannak olyan fák és azért mondom, hogy biztos lesz miatt is kritika, amely vagy nem odavaló, mert nem illik ebbe a környezetbe, tehát olyan értelemben, hogy tájidegen, vagy pedig olyan állapotban van, hogy azt el kell távolítani, és helyette újat ültetni. Tehát nem arról szólt a beruházás, vagy a tervezés, hogy vágjunk ki mindent, és és a, egy, építsünk egy nagy teret, hanem a meglévő fákat egyesével felmérték, azokat megnézték, hogy azt érdemese akár kertészeti, vagy biológiai, tehát életképesség szempontból megtartani, vagy pedig azt el kell távolítani. Nagyon kevés ilyen van egyébként, de nyilván lesz ilyen, ha belegondolunk abba, hogy az árvízi emlékmű körül milyen rendezetlen, ugye azok a fenyőfák nem igazán odavalóak, és, és az állapotuk se mindegyik esetben olyan, amelyik érdemes arra, hogy megtartsuk, tehát tulajdonképpen ezek el lesznek távolítva, de minden beruházásunkra igaz, hogy több fát ültetünk, mint amit eltávolítunk. Nyilván kritika ér bennünket, hogy ezek még kicsik, idő kell még megnő, ez természetesen így van, mindenhez idő kell, de lehet, hogy mire ezek megnőnek, azok a fák, amelyek viszont meg vannak tartva, azok pedig el fognak pusztulni, mert a fáknak is van egy élettartalmuk, nyilván fajtánként változik, hogy mennyit tud, és egy idő után természetesen azzal jár, hogy ezek a fák elkezdenek elpusztulni. Egy nagyon szép kisvárosi jellegű, de mégis városi jellegű teret fognak kapni a fehérgyarmatiak. Tényleg minden szempontot figyelembe vett a képviselő testület, amikor a tervezést lefolytatta a tervezési eljárás, tehát azt tudom mondani, hogy tényleg egy megújult fehér gyarmatot fogunk kapni. Ugyanúgy így volt a kerékpárúttal kapcsolatban is, és most olyan jó látni esténként a sok családot, gyereket, aki, aki tényleg végig tudja kerékpározni mindenféle nélkül a, a várost, úgyhogy polgármester úrral is szoktam találkozni. É. É. <gül> é. É. <gül> Azért azt végig kell gondolni, hogy a közlekedés, fejlesztés, mert mindig kritikának kapjuk, hogy parkolókat kellene építeni, meg más gépkocsi közlekedéshez fontos infrastruktúrát, azért a közlekedés nagyvárosban is, de főleg egy kisvárosban nem a gépjármű közlekedésből áll csak. Hanem meg kell szoknunk azt, és ez küldték a magamnak is, hogy járnunk kell kerékpárral, gyalog, hiszen Fehérgyarmaton nincsenek olyan távolságok, amit ne lehetne megtenni gyalog vagy kerékpárral. És ha megnézzük, hogy milyen forgalom zudul rá a városra egyébként, tehát tehergépjármű, mezőgazdasági gépek is lehetne sorolni mindent, akkor aki belegondol egy kicsit, ezt a beruházás pozitívan értékeli, hiszen azok a gyerekek, vagy akár felnőttek vagy idősek, akik kerékpárral közlekednek, most már biztonságban vannak, hiszen a gépjárműveknek biztosított pályáról az ő közlekedésük át egy biztonságos térbe. Gondoljuk csak meg, mikor leáll két oldalt a városközpontba, ugye a római katolikus templomtól a művelődési házig nézzük, leáll két oldalt, telálják a gépjárművek, és ott még egy kerékpárosnak kellene menni, meg a kamionnak, akár szemből is, hogy ott milyen biztonsággal tud egy kerékpáros közlekedni. Tehát ez fontos, hogy ne csak a gépjármű infrastruktúrát, hanem a kerékpáros és a gyalogos infrastruktúrát is fejleszünk, és természetesen a kerékpárok mellett azért javarészt fejlettek újítva a járdák is. Tehát azt lehet mondani, hogy ennyi járda most, mint ahogy a kerékpáros közlekedés fejlesztése, és még volt mellette egy járdafejlesztési programunk is, azért arról se kell elfeledkezni, Ennyi járda nagyon sok éve nem volt fehér felújítva. Az első leges cél, hogy ezeket az uniós programokat tudjuk zárni, hiszen a város fejlődése múlik rajta, és természetesen, hogyha nem sikerülnek ezek, ezeket a programokat végrehajtani, az a városnak gazdasági hátrányára válik, hogy finoman fogalmazzam, tehát magyarul vissza kell fizetni a forrásokat, ezt semmiképpen nem szeretnénk, tehát ha már elnyertük ezeket a pénzeszközöket, akkor ezeket szeretnénk elkölteni hasznosan a városra, és úgy, hogy ez tényleg az itt élőket szolgálja, így erre most nem lesz lehetőség. Hát azt lehet mondani, hogy ebben az évben lesznek álmatlan éjszakáim, de hát ez az én bajom, ez az én dolgom. Tehát nagyon sok minden van, ami a beruházáson túl, ugye külön források megszerzése és egyéb más dolgok versenyfutása az idővel még mellette, ami miatt ugye egy városvezetőnek ilyenkor vannak álmatlan éjszakái, de bizon benne, hogy ahogy a tavalyi évet sikeresen tudtuk zárni, ezt az évet is sikerül sikeresen zárni, és azt tudjuk mondani, hogy igen, nagyon impozáns, merész, és nagyra törő terveket valósítottunk meg, úgy gondolom, hogy bizon benne, hogy ez az, ez is, ez az év is ilyen lesz. Természetesen ehhez szükségünk lesz a kormány képviselő úr támogatására, hiszen azért a zöldvárosnak a megvalósítása is egy nagyon-nagyon komoly többletforrást igényel, amelyet ben segítséget várunk a magyar kormánytól. Köszönöm szépen, polgármester Úr, remélem, hogy legközelebb erről a megvalósult illetve a projektről tudunk majd beszélgetni. Igen, köszönöm szépen, de egyébként ez a zöldváros város úgymond, tehát a közterület rekonstrukció, ez, ez, nem ér véget, hiszen a most következő uniós ciklusban, tehát a 2027-esben már mi elnyertük ennek a folytatását, és tulajdonképpen a buszpályaudvar környékének a teljes rekonstrukciója, a Május 14 tér, a Szent István térnek a rekonstrukciója fog folytatódni, tehát olyan leromlott városrészek irányába kezdünk elmenni, hogy az ott élő emberek is egy modern, megújult környezetbe tudjanak élni úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog, de ugyanúgy a művelődési háznak a energetikai korszerűsítése. Tehát igazából, hogy azzal, hogy zárjuk a elmúlt unió ciklust, tulajdonképpen már elkezdtük az újat és a tervezés, illetve van, ahol már a megvalósítás, tehát a közbeszerzést sikírásnál tartunk, tehát igyekszünk és folyamatosan egymás mellett haladnak ezek a munkák. Én bizom benne, hogy, hogy, hogy sikeresek leszünk az elkövetkezendő ciklusban is. Polgármester úr, többek között engem is érint, hiszen egészségügyi dolgozó vagyok, a kórházunkkal kapcsolatos rémhírek, illetve kritikák. Ezzel kapcsolatban valamilyen hiteles információról be tud -e nekünk számolni? Hát a kórház ugye fenntartása nem az önkormányzat hatáskörében van, ez nagyon nehézé teszi egyébként a kórházzal kapcsolatos hogy mondjam, elképzeléseknek a vázolását. Egy biztos, hogy a képviselőtestület és jó magam is, a kórház megmaradása, az, eddig nyújtott ellátások megmaradása mellett vagyunk, tehát nem támogatunk semmilyen olyan intézkedést, ami ennek ellenére megy. Tehát el, Emiatt képesek vagyunk egyéb eszközökhöz is hozzányúlni. Természetesen eddig nem kellett, hiszen képviselő közösen azért, amikor kifejeztük nem tetszésünket, vagy kértük a kórház vezetését, vagy akár az egészségügyi kormányzatot, hogy avatkozzanak be és segítsék a Fehérgyarnati Kórház további működését, akkor mindig nyitott ajtókra találtunk. Tehát ezt el kell mondani, hogy képviselő úr segítségével azért a kormányzat részéről mindig támogatva voltak azok a törekvések, amelyeket a város képviselt. Tehát nekünk elsődleges szempont nem csak amiatt, hogy munkahelyeket ad, hanem amiatt is, hogy ez a térség csak úgy tud élni és biztonságban élni, hogyha a Fehérgyarmati Kórház, legalább a jelenlegi struktúrájában tud működni. Nekünk ez az elvünk, és ez a kérésünk a kormányzat felé. Az biztos, hogy történtek olyan szerencsétlen esetek, most az utóbbi időben a kórházban, amely nem szolgálják ezt az ügyet. Tehát ha kiesnek orvosok, akkor borzasztó nehéz helyzetben kerülnek bizonyos osztályoknak a működése. Ezt nagyon nehéz pótolni. De ezért sem a éppen aktuális politika vagy városvezetés erről nem tehet. Tehát ezek egyéni döntések, egyéni sorsok, viszont ezek az egyéni döntések, ezek sajnos meghatározzák egy közösségnek az életét. Tehát mi annak örülnénk, ha ilyen botrányok nem lennének, és nem nehezítenék a kórház működését olyan esetek, amelyek történtek az utóbbi időszakban. Én bizon benne, hogy nem lesznek ilyenek. Tudom, hogy nagyon nehéz, meg egy rendszerről nagyon nehéz átállni, ami évtizedek alatt egy berögződése volt a magyar társadalomnak, és nem az orvosokra akarom én itt a kritikát rázudítani, mert azért mi betegek is erőszakosak vagyunk, és tudom, hogy és, és, és most ha odatolja akkor a pénzt, akkor elfogadja, vagy már kellemetlen neki. Tehát millió egy dolog van, tudom, nagyon nehéz megmagyarázni időszüleinknek is, annak idején szegény édesanyámnak is, hogy nem lehet érzni meg. Ugyanezt tapasztalom, hiszen az orvosokhoz is ragaszkodik így a van, beteg, így és van. hálás azért, amikor, amikor olyan ellátásban részesül. és ez gyarmatról szerencsére elhíresült, vagy hogy mondjam jó hírrel vannak, aki, aki ide jön mindenhonnan, szóval a városna naményból és akik jönnek betegek, mindig dicsérik az itteni dolgozókat. Azt lehet mondani, az ország bármelyik szegletéből érkeznek ide gyógyítás céljából betegek, mert azért van ilyen. E mindenki pozitív véleménye van az itteni orvosok és szakdolgozók felkészültségéről és a hozzáállásról. És nyilván ez a fehérgyarmati kórház, ha megszűnne, bízunk benne, hogy ilyen nem lesz, és nagyon sok évtizedig még itt fognak, vagy még tovább szolgálni nálunk, de ha ez megszűnik, emiatt is fog hiányozni, hogy ezt a pozitív hozzáállást, amelyek az ottani dolgozók, az itt élők felé nyújtanak, ez, ezt máshol nem fogjuk megkapni sehol. Kedves nézőink, eddig tartott ma a 35 perc, legközelebb új műsorral szerdán várjuk Önöket, akkor többek között Tisza Nagyfalu aktuális fejlesztéseivel is foglalkozunk, számítunk figyelmükre akkor is, viszontlátásra!